A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! 7 óra 15 perckor már is egy remek információval folytatjuk itt a Millás reggeli műsor folyamát, melyet Gede Balázs kormányoz, kommandíroz. Igen, és Mihálovics András fogja az üzenetet beolvasni. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Várjuk továbbra is a megfejtéseket a mini matek érettségi feladatunkra. Gede kolléga szorgalmasan dolgozik, bár az előbb el kellett vennem a függvénytáblázatát, mert észrevettem, hogy preparálta azt az érettségi vizsga előtt. Na, de nem ezért gyűltünk ebbe, hanem a remek hír igazából az, hogy szép csendben lett egy újabb dollármilliárdosunk, nem forint, hanem dollármilliárdosunk, hogy ki ő, és hogy lett ő... 262 milliárd forint kereszt mai árfolyamon. Igen. Hogy ki ő, és hogy lett ő dollármilliárdos, azt Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója majd dekódolja nekünk. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! No, hát így a semmiből? Hát az év elején, vagy az év végén szoktak megjelenni a leggazdagabb magyarokról szóló összeállítások, ott szoktak kibukni ezek, hogyha valaki hirtelen dollármilliárdossá avanzsált, és nem is voltunk nagyon kitömve dollármilliárdosokkal, egyetlen egy dollármilliárdosról tudtunk idáig, Csányi Sándorról, az OTP-bank elnök vezérigazgatójáról. Kivételt jelentenek az olyan esetek, amikor hirtelen kiderül, hogy egy tőke alap, aminek elég jelentős részesedése van néhány tőzsdei cégben, az egy emberhez tartozik teljes egészében, és most ez történt. Melyik tőke alapról van szó, és akkor szerintem már dekódolni tudjuk az embert is. Ez a Kontum PE magántőke alap, és ugye az ember pedig Mészáros Lőrinc, aki múlt csütörtökön közölte, hogy ő és a felesége a egyetlen, vagyis hát a kettő tulajdonosa teljes egészében ennek a magántőke alapnak. Na és akkor innen hogy számoltátok ki, hogy ő dollármilliárdos? Ugye azt eddig is lehetett sejteni, hogy a tőke alaphoz neki van köze, de pontos tulajdoni hányadokat ugye nem lehetett tudni, és azért van ennek jelentősége, mert van három olyan elég nagy értékű tőzsdei cég, amiben a Konzum PL magántőke alapnak elég jelentős részesedése van, 20-40% közötti. Ezekben Mészáros Lőrincnek is van közvetlen tulajdona, de ugye olyan kereszt tulajdonlások voltak, főleg addig, amíg nem lehetett tudni, hogy ez a magántőke alap kihez tartozik, ami miatt nem lehetett pontosan visszafejteni, hogy mennyi. Azzal, hogy ők most elmondták azt, hogy ez teljes egészében hozzájuk tartozik, azzal azért elég sokat tisztult a kép, és jóval átláthatóbb lett. Így is még nagyon sok a kereszt tulajdonlás ennek a három cégnek, ez ugye az Opus, a Konzum és az Apenin. Egymásban is vannak részesedései, ugye a tőke alapnak is vannak, Mészáros Lőrincnek is vannak. Van egy cég, amiben a Mészáros Lőrinc gyermekei a tulajdonosai. Annak is egyenlős részesedése van az egyikben, tehát elég komoly kereszt tulajdonlások vannak. De azért így már össze ki lehetett számolni azt, hogy mekkora lehet nagyjából a részesedése ezekben a cégekben Mészáros Lőrincnek, illetve családjának. És nekünk az jött ki, hogy az Opusban olyan 69%, a Konzumban 60%, az Apeninben pedig 37%, és ezeknek az együttes tőzsdei értéke, vagy a pénteki záróárfolyami tőzsdei értéke volt 208 milliárd forint. És akkor ezen felül még van ugye egy olyan... 280, nem? 208. 208, ezt fölött még van egy olyan megállapodás az Opus, illetve Mészáros Lőrinc között, ami február közepén született, és az a lényege, hogy bizonyos cégeit beviszi az Opusba Mészáros Lőrinc, amelyet cserébe majd részvényeket kap, akkori megállapodás szerint 100 és 130 millió darab között, itt, ami ugye a jelenlegi átlagban 70 és 90 milliárd forint között van, és így jött ki ez a 280-300 milliárd forint közötti beszélés, ami ugye azt mutatja meg, hogy csak a B-tenyedzett három cégben mekkora részvény vagyona van Mészáros Lőrinc. És ezzel gyakorlatilag elzséri Csányi Sándor vagyonát, ugye? Mert igen, ezt akartam kérdezni. Kétféle becslés van nála, és ott a felső, a Forbes-é, az 290 körül van, és akkor azt már meg is közelíti. Ugye az egy elég szép tempó, és megmondta, hogy még akár Zuckerbergnél is ügyesebb, hiszen 2010-ben volt 100 millió körüli vagyonok, 15-ben pedig 8,5 milliárdja. Igen. Aha, valóban. Hát
elég szép. Nem tudom, hogy a világon van, tudunk-e hasonlóan méretes és tempós gyarapodásról, de hát ez egy... A képet azért árnyal, hogy tőzsdei részvényekről van szó, tehát ha mondjuk mérepülésbe kezdenek ezek a részvények, ugye amikor a Forbes a világ leggazdagabb embereinek a listáját közzéteszi, akkor ott is vannak nagy változások, ugye Jeff Bezos az Amazonnak az első ember, azért lett a világ leggazdagabb embere, felrobbant a részvényárfolyam. Ez ugye Mészáros Lőrincnél is előfordulhat. Ahogy elő hát, is fordult. Elő is fordult, így van, meg hát ugye azt azért látni kell, hogy ezeknek a cégeknek azért egy elég jelentős részben az adja az értékét, hogy Mészáros Lőrinc a tulajdonosa. Tehát, hogyha Mészáros Lőrinc elkezdene kiszállni, akkor egészen biztos a mélyrepülésbe kezdenének a részének. Tehát ez most nem feltétlenül vagyonná, tehát egy készpénzé tehető vagyon, de ettől függetlenül a piaci értéke most ennyi. És hát ugye, amit még itt ott pedzegettünk a cégben, hogy ez csak a tőzsdén lévő cégeinek az értéke, és van egy rengeteg olyan cég, ami nincsen tőzsdén, mert nem is viszi be, sőt, amit ugye bevisz, ezek közé tartozik egyébként a Mészáros és Mészáros, illetve az Elkort Kft., az a két építőipari cég, ami ugye a legtöbb állami megrendelést kapja a csoportból, ezeknek sem az egészét viszi be, csak az 51%-át, tehát 49% még nála marad. És ugye De mondjuk akkor ezeket is be fogja tudni árazni a piac, hiszen hogyha 49% bemegy ebbe, akkor valamilyen szinten, és ugye megint csak feljebb megy az árfolyama ezekben a cégekben lévő részesedések, akkor ugye vissza lehet fejteni, hogy ami nála maradó 49% az is nagyjából. Igen, hát arra a következtetés lehet jutni, hogy ezek is 10 milliárdokat érhetnek. Van még ezen kívül vagyona? Ugye lehet tudni, hogy foci csapatokban is van részesedése. Miket mondanak, hogy még mi az, amiről ugye nem lehet tudni, hogy milyen értékben? Hát ugye tehát az ő céghálója az egy eléggé terjedelmes valami, hogy pontosan melyikben van tényleg valós érték, azt nagyon nehéz megmondani, de biztos, hogy vannak olyanok, amik még nincsenek benne a tőzsdei csoportban, tehát valószínűleg egy elég jelentős mennyiség olyan cég van, amit még fel lehetne értékelni. Köztük van például ugye a eszéki futballcsapatot működtető is, illetve hát vannak ingóságok, ingatlanok, ezekre vannak módszertanjai azoknak a lapoknak, akik szoktak ilyen becslést csinálni, hogy pontosan hogyan veszik ezeket figyelembe, de azért nem lenne meglepő, hogyha még legalább akkora lenne a vagyona, mint a mekkora a tőzsdei rész. Jó, kitárgyaltuk, nagyon szépen köszönjük, hangsúlyozzuk, hogy ez a 280 és 300 milliárd forint közötti vagyon, ez csak a tőzsde cégeire vonatkozik Mészáros Lőrincnek, de már így is dollár milliárdos. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát nektek! Köszönöm nektek is! Szervusz! Sziasztok! Jandó Zoltánnal, a G7.hu újságírójával adtunk hírt arról, hogy újabb dollármilliárdossal büszkélkedett Magyarország, Mészáros Lőrincnek hívják őt.